Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Túróczi Richárd, aki rádiós műsorvezetőként ismert Magyarországon, és hát most érkezett haza Oroszországból, erről fogunk faggatni. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, köszönöm a meghívást, üdvözlöm mindenkit. Ugye a hallgatóink többek között a régi Sláger Rádió, a Juventus Rádió, meg a Neo FM számos műsorából ismerhetnek az utóbbi időszakban Oroszországban, de hát már 14 éves korod óta töltesz huzamosabb időket Oroszországban. Miért? Eredetileg ez úgy indult, hogy 16 évesen tetszett egy lány. Másra? Nem, Tányának hívták. Két hétre mentem, három hónapig maradtam. És ennek az a lényege, hogy hát ugye, amikor van egy embernek egy hónapos vízumja, akkor ez nem úgy van, hogy te csak úgy kint maradsz, úgyhogy el kellett mennem, akkor még úgy volt, nem volt ott a kormányablak megfelelője, el kell menni a rendőrőrsre. Bementem, de akkor még nem nagyon beszéltem oroszul, próbáltam elmagyarázni, hogy arról van szó, hogy én szeretnék itt maradni a nyár végéig, és mondta a rendőr, hogy hát ez nagyon jó, hogy te ezt szeretnéd, csak miből fogsz itt megélni? És mondtam, hogy 16 éves vagyok, hát majd lakok a családnál. Nem, itt ilyen nincsen. Az úgy lesz, hogy te most szépen elmész dolgozni. Feketén. Tessék? Feketén elmész dolgozni. Van itt a környékünkön egy magyar étterem, menjél be oda, mondd, hogy én küldtelek. Mennyire másképp működött ez az ország, ma már nem így működik. És akkor elmentem az étterembe, a magyar étterembe, mindenki beszél magyarul, milyen jó, nem? Senki nem beszélt magyarul. És mondtam, hogy hát engem a rendőrségről küldtek, hogy akkor persze jó, és mit szeretnél, vagy mihez értesz? Mondjuk énekelni azt tudok. Hát az sokra nem mész, figyelj, leszel pincér. De hát mondom, az egy szakma. És egy nap után úgy gondolták, hogy ez egy szakma. És így lettem én a cigányzenekarnak az énekese. Na. Amiben az a probléma, hogy a cigányzenekarnak ugye nincs énekese, de ezt az oroszok nem tudják. És így lettem én a cigányzenekar énekese, és így kezdődött. És ez most komoly? Tehát, hogy a primás mellett énekelt? Így, ez volt egy magyarországi. Nem loptunk mi még egy embert is. Pontosan. Ja, hát ugye én szerencsés vagyok, mert a Betli Duo, meg 3+2, meg Círmos Kormos Gábor zenekara, meg éneken szocializálottam vidéki Magyarországon. És a dallam megvolt, a szöveg nem mindig. És a zenekar nagyon élvezte, mert ők jót röhögtek, a közönség nem értette, hogy ők mi röhögnek, én nem tudtam a szöveget, mindenki jól érzte. Számos új feldolgozás született. Rengeteg új feldolgozás született. Úgyhogy így kezdődöttem. És ezt te egyébként így élvezted? Imádtam. A szerelem megmaradt? Az a lány? Nem. Utána sok hasonló tapasztalatot szereztem az évek során. De az Oroszország iránti szeretet? Persze. Mit szeretsz Oroszországban? Én nemesi származású vagyok. És Magyarországon a rendszerváltás után ez egy elég nagy handicap volt. Ráadásul felvidékiek vagyunk, és az, hogy én még értek szlovákul is, meg is mi sokat jártunk Szlovákiába, ott az volt, hogy mi vagyunk a büdös magyarok. Magyarországon az volt, hogy mi vagyunk a büdös tótok. Tótok is, meg nemesek is, akik a cselédeket, és hogy hadd ne folytassa. És Oroszországban, ami egy birodalom, ott nem számít, hogy ki vagy. Ott az számít, hogy te beszéled a nyelvet, ismered az ő kultúrájukat, ismered a filmeket, akkor velünk vagy. De ez te kárpátaljai magyar is, én nem az vagyok, senkit nem érdekel. Közösség része akarsz lenni, betartod a szabályokat, akkor very welcome. És aztán volt egy későbbi időszak, amikor Magyarországon volt ez a hát sajnálatos határon túli népszavazás, ahol ugye hát somóan megszavazták azt, hogy aki nem Magyarországon született, az nem magyar. Csak azért, mert valahova szavazni fog. És akkor az volt az időszak, amikor átköltöztem Szlovákiába, és onnan jártam be rádiózni. És szóval ezt akarom csak ezzel mondani, hogy voltak ilyen ambivalens pillanatok az életemben, amikor azon gondolkoztam, hogy hát amúgy, hogyha valakit nem szívesen látnak valahol, máshol meg igen, szóval hogy valahogy jobban működik társadalmilag az elfogadás. Azt keresik, hogy valaki hogyan tud jobban beilleszkedni oda. Ha jól számolom, ha 16 éves korodban mentél először, akkor az ilyen 2000-es évek elején történt. 36 vagyok. Pont az az időszak, amikor Oroszországban komoly történelmi átalakulások voltak ismét, mert hogy ugye a 90-es években volt valami, aztán mintha a 2000-es években Putyin szírelépésével megkezdődött volna valami új. Ebből te mennyit tapasztaltál? Verekedéseket tapasztaltam, én nem tudtam addig verekedni, engem nagyon sokszor megvertek az éjszakákban, és utána megtanultam verekedni. De akkor ez azt jelenti, hogy rossz volt a közbiztonság? Rossz volt a közbiztonság. És melyik városról, melyik település? Moszkva. És nagyon-nagyon rossz volt a közbiztonság. Hát tényleg csomó minden úgy nézett ki, mint ahogy ezt a filmekben mutatják, hogy hogyan néz ki Oroszország. Tehát, hogy ez egy olyan síralmas állapotban lévő ország volt. És aztán, hát ahogy teltek az évek, egyre jobb lett a helyzet.
abban nem érzel ellentmondást, hogy egyrészt azt mondod, hogy ott befogadtak, teljesen mindegy, hogy ki vagy, másrészt meg rossz a közbiztonság, vagy pont az ököljogon keresztül. Nem, ez nem azért volt. Hát az azért volt, mert hát gondolj bele abba, hogy az egy káosz volt. Tehát az egy romokban lévő valami volt, amiben nem volt miben hinni. Tehát egy nagy birodalom, vagy egy nagy, Amerikára is igaz, ez szerintem, meg Kínára is, meg Indiára is. Most már 5 éve tanulok arabul az araboknál, és ezt tudom mondani az eddigi tapasztalataim alapján, hogy amíg van miben hinni, addig van egy közösségszervező erő, addig az úgy tök jól működik. Amikor ez nincs, akkor jönnek a 90-es évek, mármint az ottani értelemben, és akkor ilyenek vannak, akkor sok az erőszak, akkor van ököljog, akkor van az, hogy nincs mihez igazodni, és akkor csúnya dolgok történnek. Ja, azért fontos ez, amit itt boncolgatunk, mert gyakran azt mondják, hogy bezzeg a 90-es évek demokratikus Oroszország, mennyivel jobb volt a világnak, és az az autoritár rezsim, ami most van, az mennyire elnyomja az ottani oroszokat is, meg egyébként az egész világbiztonságára mekkora veszélyt jelent. Hát ez, tudod, Nógrádi tanár úr szokta azt mondani, hogy az üléspontja határozza meg az embereknek az álláspontját, hogy ez, persze, hát hogyha egy értelmiségi vagy, egy bölcsész vagy, egy újságíró vagy, egy aktivista vagy, nem tudom, akkor persze. De hát azért az embereknek egy igen jelentős része nem ezt az életet éli. Tehát, hogy ezt én nem állítom, hogy ebben nincs valami, mert de hát emberek kiesnek az ablakon meg. Tehát, hogy te hogy ne? Csak hát, hogy amellett, hogy az élet azért ennél sokszínűbb, mint amit a sajtóban lehet látni. Ugye neked van egy YouTube csatornád is, amit majd belinkelünk a videó leírásába, és akkor meg tudják találni a kedves hallgatóink. Ott egyrészt olyan tartalmat is gyártasz, ami humorral szórakoztatva, informál és szatirikus feldolgozása a külföldi híreknek. Egy kicsit először beszéljünk erről, hogy ha megnézzük például a nyugati hírportáloknak a közléseit, akkor egy másfajta Oroszországot látunk, mint amit azoktól hallunk, akik ott élnek. Most már egyre több ilyen interjú van az Ultrahang csatornáján is, és időnként meg is kapjuk, hogy biztos az orosz nagykövetség küldi ide az embereket, meg hogy orosz propagandát nyomunk, amikor mondjuk elmondják, hogy de hát, tehát, hogy máshogy élünk, mint amit leír a nyugati sajtó. Szerintem téged sem a KGB küldött, legalábbis velem nem egyeztettek, de hát... Nyílt vapsi, nyílt. Majd utólag a számlát ezt ott. De hogy egyébként te most hogy látod, milyen az élet Oroszországban? Ugye nyilván beszéltünk arról, hogy a szabadságjogok tekintetében mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet, mi a reális kép, és így az életszínvonalat, életkörülményeket tekintve mit látsz? Kezdjük ott, hogy nagyon sokszor megkaptam azt az elmúlt 2-3 hónapban, amíg kint voltam, hogy van egy szabály, miszerint az nem háború, hanem speciális katonai művelet. Csináltam livestreameket TikTokon, mit tudom, és ott is jöttek az ilyen kommentelők, de mondtuk, hogy háború. És mondta neki, hogy én kimondhatom, hogy háború, de kontextusában mi micsoda. Van a jogi része, hogy nem volt hadüzenet, nem áll hadban, aki Ukrajna se tekinti, mindig azt mondja, hogy háborúban áll, de az ukrán se sincsenek jogi értelemben hadban Oroszországban, mert akkor nem folyna a gázon keresztül a gázvezetéken keresztül a cucc, és nem keresnének pénzt, és így tovább. Tehát ennek sok-sok oka van, tehát jogi értelemben nincs háború. És aki azt állítja, hogy van háború, az nyilván egyrészt belül gondolom destabilizálja az országot, másrészt meg hát azt a narratívát erősít, hogy Oroszország rátámadt Ukrajnára. Tehát ennek nyilván van egy nagyon egyszerű politikai, ideológiai, mint oka. De a szabály az elsősorban azért van így, vagy ennek az a ráció benne, én legalábbis ezt így tapasztaltam, hogy a dolgokat, tehát hogy nem lehet a szavakkal játszani, ezt a nyugati sajtóban nagyon szeretik, hogy ez háború, vagy mindegy, hogy miről van szó, hogy mi micsoda, és akkor fölcímkézik, hogy ez egy ügynök, ez egy nem tudom, ott ezt nem lehet azért megcsinálni, mert a törvény erejével belelépnek, hogy nem lehet más narratívát, hát azért mondják nyugaton diktatúra. Tehát nem lehet mást mondani, mint a központi. Azért van így, mert vannak dolgok, amiket, hogyha ha szabadjára engedsz, akkor, ahogy mondtam, káosz lesz. Úgyhogy ilyen tekintetben, illetve másik tekintetben is, hiszen ott most én Arhangelszkor egészen Rostov-Nodonig bejártam, tehát az északi tengertől az Azovi tengerig, egészen délig nem találkoztam katonákkal, tehát a háború ez nem így néz ki. Most az, hogy a Telegramot reggel megnyitom Moszkvában, és megnézem, hogy hol lőttek le egy drónt a város környékén, ez nem egy komoly az dolog. Az orosz emberek legnagyobb többségének mindennapi életében, bocs. A KGB. Még sosem volt ilyen, vagy nem halkítottam le.
Nem, ezt voltam is, akkor most a KGB fölhívott, hogy megszabad az adást. Most. Hát ezt benne is hagyhatjuk így. Szóval az orosz emberek, ez is milyen jó mondat lesz, az orosz emberek többségének mindennapi életében akkor nem lehet fegyverropogást vagy a háborúból bármit tapasztalni, most nyilván arról a részéről, ami a fronton történik. A rokoni üzeneteket leszámítva. Mert az viszont szinte hát mindenkinek az, van rokon. Hát akik még szóba állnak egymással, igen. És nehezen állnak szóba egymással? Nagyon sok mindent tudnék, én nagyon hosszú lenne erről beszélni, nagyon sok személyes tapasztalatom van nekem a másik oldalon, és sok ismerősöm van nekem, van olyan ismerősöm, aki harcol az egyik oldalon, a másik oldalon. Tehát így sok-sok dolog most eszembe jutott. Mondok egy olyan példát, ami visszakereshető, legalábbis annak, aki legalább ukránul vagy oroszul ért. Van egy ukrán humorista, és most nem Zelenszkire gondolok, van egy ukrán humorista, akinek a Lasztecskin, akinek a testvére orosz állampolgár, az édesapja orosz állampolgár, Oroszországban élnek, ő Dnipropetrovszki. És ő Oroszországban lépett fel, az Adnás Dévresszi nevű orosz ilyen szórakoztató műsorban, Gazprom Média, tehát full állami pénz, és ez. Na most ő elmesélte akkor már ukránul, hogy volt egy fellépés, még nem kezdődött el aztán az SKM, és valahol Szentpéteráron volt egy fellépés, ahol felkelt a nézőtéren valaki, és azt mondta, hogy takarodja vissza Ukrajnába. És nála valami átkattant. És azt mondta, hogy ahol ez megtörténik, hogy ő oda nem akar tartozni, és akkor ő teljesen beállt Ukrajnához. És ez valahol érthető is, tehát nem tudom. Emberileg meg lehet érteni, csak ez nem egy racionális döntés. Tehát azért, mert egy hülye van, vagy van 10 hülye, vagy van 100 hülye, 143 millió. Két kisebbségben vannak a hülyék, szerinted? Ezen a objektíven területen. Ezt én nem tudom megítélni, szerintem erre statisztikai adat sincs, de mert mindenki más, maga szintjén. Két nép együttélése szempontjából Oroszországban azt azért lehet látni, hogy például az Oroszországban élő ukránokkal többségében hogy bánnak az oroszok? Szerintem ilyen értelemben ők testvérek. A probléma, tehát hogy ezt majd egy olyan ember jobban el tudja magyarázni, akihez ért. Én csak azt tudom, hogy én tapasztaltam, hogy van Nyugat-Ukrajna, az egy teljesen másik sztori. Ő történelmi okok miatt az osztrák-magyar monarchia része volt, mit tudom én, a lengyel, litváni. Tehát, hogy ez egy kultúrális, ez egy másik blokk. Ők mindig Európához akarnak tartozni. Ezért van az, hogy ott a Banderának kultusza van. Most mi gondolunk erről, amit gondolunk. Engem undorít, és ez katasztrófa, de hogy ők ebből vezetik le azt, hogy ők ukránok. Ami a világ vicce amúgy, mert ott ruszinok is élnek, de most ez mindegy. Ők sose akarnak az oroszokkal bandázni. Nincs ez az Isten. Viszont aki utána van, az a vegyes rész, ahol a szurzsikot beszélik, tehát a keverék, az ukrán-orosz keverék nyelvet, meg ami még utána van keletebbre, az egyszerűen, hát amíg nem volt ez az egész Magyarországon, amikor valaki, egy idősebb ember ukránokról beszélt, vagy ukránáról beszélt, akkor azt mondta, hogy az oroszok. Hát azért egyszerűen... Az ukránok is oroszul beszéltek. Mert úgy arra, meg aztán van, főleg. Van. Meg hát, ha kimész most is Budapesten az utcára, vagy bárhol, ahol ukrajnaiakkal lehet találkozni, vagy egyébként oroszokkal, mert sokan ide költöztek, nem értettek egyet a rendszerrel, vagy csak itt kaptak munkát, mindegy. Hát nem tudod, én sem tudom, én oroszul beszélek, meg ukránul értek, azért nem tudom megkülönböztetni, csak akkor, hogyha tehát az ukránoknak beszélnek egy kicsit más, vagy a gét más, hogy ejtik, ezekből bizonyos esetekben meg lehet mondani. Egyébként, ha nem így beszél, akkor nem mondod meg. Nem tudod ez alapján meghatározni, hogy ő kicsoda. Sőt, hát én hallottam olyan sztorit, hogy valaki elment a diplomáciába dolgozni Kijevbe, és akkor megtanult ukránul, hogy ilyen nagyon felkészültnek tűnjön, aztán mindenki oroszul beszélt, úgyhogy nagyon gyorsan váltania kellett. Voltam a Szabad Európa Rádiónak a stúdiójában, mikor volt a Majdan? 14-ben, én onnan csináltam rádiomisort a Juventusnak a Majdan alatt, hát direkt oda mentem, mert érdekelt, hogy hogyan működik belülről ez a dolog, és hát az volt a vicces, hogy belül vagy angolul beszéltek, vagy oroszul. Tehát én a folyosón, ugye ott is egy stúdióban ültünk, ott kellett, és helyhol felvettem a műsort. Hát én ukrán beszédet nem igen hallottam. 13-14, mert 2013 novemberében kezdődött a Majdan. 14 lesz ez, mert tavasz volt. Krím meg az 14 is. Igen. Na jó. És tehát itt a nyelvnél tartottunk. Még egy dolog itt eszembe jutott, hogy én nekem azok a benyomásaim vannak, ami szintén erősítheti ezt a testvérháborút, hogy ha nyaralni járok, és ott vannak oroszok is, meg ukránok is, láttam sok ilyet, akkor ők azért gyönyörűen el vannak egymás mellett. Tehát amikor talán egy évvel ezelőtt nyáron voltunk így egy helyen, és akkor én még aggódtam is, hogy mi lesz ebből. És gyönyörűen ölelgették egymást meg minden, és nem úgy tűnt, mintha az
emberek, tehát az átlag emberek haragudnának egymásra. Miközben a politika meg azért, mintha rájátszana arra, hogy legyen feszültség az emberek a lakosság körében is. Nyilván van egy ilyen, mert hát mindenki a saját narratíváját erősíti, és akkor valahogy, hát hogy mondjam ezt, valahogy megpróbálják így nagyon udorító módon menedzselni, de az igazság az valóban így van, ahogy mondod, hogy emberi szinten, a hétköznapok szintjén, hát nekem van olyan orosz ismerősöm, aki most ment Ukrajnába, mert rokonlátogatás, meg itt nagyon sok olyan ukránnal találkoztam a lett határon, tehát 3 napig álltam sorba a lett határon, minden nem érdekes, hogy ott nagyon sok ukrán volt, mert hát miattuk álltunk sorban, mert az oroszok ugye szétszedik őket a határon, tehát minden ukrán állampolgár, tehát kikérdezik, hogy a melyik rokon a hat, tehát ez mondjuk érthető is, de most ez mindegy, borzasztó. Viszont emiatt a lettek úgy döntöttek, hogy senki más nem engednek át. Tehát nincs olyan, hogy az oroszok mondták, hogy mindenki más, aki orosz állampolgár, magyar, lett, bárki jöhet, mindenki, az ukránokkal van problémák, mert őket ki kell kérdezni, meg kell. Mindenki más jöhet. A lettek azt mondták, hogy nem, mert mind ugyanannyit érünk. És oda mentem a lett határőrző, és mondtam, hogy ki van írva, hogy az EU-s állampolgároknak van ez. Nem most ilyen nincs, mert ők majd jönnek Európába meg. Na, és ezt azért mesélem el, hogy ott volt idő ezért. És a határátkelő helyen így 3 órát... 3 napot? Vagy 3 napot álltatok? Igen. Fel van a telegramon. Mit csináltál addig? Hát első éjszaka után én elmentem egy szállodába aludni tulajdonképpen. Tessék majd visszajönni holnap délre. Ez volt konkrétan, így van. Ez volt, és akkor hát majd talán akkor sorra kerülnek. Meglátjuk, hogy az oroszok, hogy a mocskos oroszok hogy engedik át, az úgy volt a mondat, hogy engedik át az ukránokat. Ez volt. És érkezési sorrend van, mert mindannyian ugyanannyit érünk, ez ment. És én biztos, hogy már voltak normális határőrök is lett oldalon, meg visszafelé is nagyon rendesek voltak köztük. Tehát ember és ember váló, nyilván különbözőségek vannak. Ebben is, de hogy hát volt egy felső direktíva, hogy na, és a lényeg az, hogy amire ezt mesélem, hogy ott volt idő beszélgetni. És hát ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak olyan ukránok, akik mondjuk van itt a front, ezt most nem tudom, hogy mutassam, van itt a front, és akkor a frontnak nyilván ezen az ukrán oldalán lakik valaki, de neki itt van dolga. Tehát most ezt egy tömegekről beszélünk, itt sok ezer emberről beszélünk, elmennek Lengyelországig egy busszal vagy valamivel, ott Varsóban fognak egy másik buszt, és azzal elmennek Moszkvába, aztán Moszkvába fölülnek egy másik buszra, és átmennek a határ. Ez több napnyi út. Ők így élnek. Tehát így mennek rokonlátogatásra. Az ukrán útlevéllel beengedik őket Oroszországba, csak szétszedik. Az ukránnal most már szabadon lehet közlekedni az EU-ban. És a trükk az, hogy amikor nagyon vicces szerint, amikor beérkeznek az orosz határra, tehát van a két határ között, az EU meg az orosz határ között, akkor az ukrán rendszámot leszerelik, és fölrakják a Donyeckit. Mert most volt, illetve most már orosznak kéne fellennie, de még a Donyeckit felszerelik. Mert egy autónak most kettő, egy Donyecki vagy Luganszki autónak most 2, milyen van, forgalmi engedélye. És akkor felszereli azt a rendszámot, és akkor ezzel megy tovább. Úgyhogy így tolják, és amire ezt mesélem, hogy ott nagyon sokat beszélgettünk, és az van, hogy hát ez szerintem mindenki tisztában van azzal. Jó, nyilván ezek olyan emberek, akik Oroszországban mennek valami okot, nyilván értem, de mégiscsak értik azt, hogy hát itt nem az egyszerű katona a másik egyszerű katonát gyilkolja, tehát nem az van, hogy ők egymást akarják ölni. Hát itt arról van szó, hogy vannak, akik nagyon sok pénzt szeretnének keresni, a másik meg nem akarja elengedni a birodalmának ezt a részét, egyik meg van sértődve a másikra, és akkor az egyszerű emberek ott szenvednek, ez van. Amikor ilyen történeteket látsz, meg főleg ugye te elsősorban Oroszország területén belül mozogsz, akkor mennyire merül fel az a kérdés, hogy itt a háború után lehet rendezni ezeket a viszonyokat, vagy helyreállhatnak ezek a kérdések? Mert ugye van az a másik narratíva, hogy most van ténylegesen születőben az ukrán nemzet, és pont ez a háború sajtolta ki belőlük, hogy akkor ők ténylegesen nemzetté váljanak, ténylegesen legyen olyan, hogy ukrán identitás. Ez Oroszországban mennyire érzékelhető? Oroszországban erre nem is gondolnak. Ez nem téma. Tehát bennük az a verzió, átlag emberekről is ma beszélünk, tehát az nem opció, hogy ők szégyenben maradnak. Tehát ez nem verzió, és ők ebben nem is gondolkodnak. Tehát az, hogy az ukrán vezetés, vagy az ukrán, amit mi most ismerünk, valamilyen formában megmarad, ez ilyen no-go. Tehát ugyanazt kommunikálják, mint az ukrán oldal, hogy ők neki Krímet is vissza, és tehát nincs ez az opció, hogy ők ebbe gondolkodnának. És hogy lehet, hogy miben gondolkodnak, hogy Ukrajna előbb-utóbb Oroszország része lesz, akár Kijevig is elmennek, és most nyilván az átlag emberre gondolok meg, amit te a sajtóból így benyomásokat tudsz szerezni, tehát hogy mi a cél? Mert innen Magyarországról nézve az viszont nagyon nehezen megállapítható, hogy mi az oroszok valódi célja.
Szerintem, ezt kétszer aláhúzom, szerintem a cél most már az, hogy föl kell forgatni a Nyugatot. Most már nem az, itt már Ukrajna, ez egy ilyen, ez elkezdődött azért, hogy ez is hogy kezdődött, erről se beszélünk, hogy ez úgy volt, hogy tavaly előtt ősszel, amikor ott elkezdett gyűlni a tankok Ukrajna körül, és mindenki azt hitt, hogy csak gyakorlat lesz, és sajnos ez a gyakorlat még mindig tart. Ezt nem én mondtam, hogy a Ságú, a miniszter. Hogy amikor az elkezdett ott gyűlni, ez úgy volt, hogy Zelenszkijék betiltották az ellenzéki, lefordítva, az orosz párti tehát pártokat. Tehát a háború kitörése előtt. Így van, betiltották az orosz párti pártokat, betiltották, lekapcsolták a rádiókat, tévéket. Van a soft power, meg van a hard power. Ezt megint azt mondom, hogy vannak emberek, sokkal benne tudják ezekben a műsorban magyarázni, mint én, de az a lényeg, hogy van finom módszer arra, hogy hogyan tudsz egy országot, egy másik országot a saját érdekszférádban tartani. Tehát jössz civil szervezetekkel, fizeted az emberek, újságíróknak adsz témát, titkosszolgált kiszivárogtat anyagot a különböző sajtóorgánumokból, hogy melyik politikus mennyit lopott, tehát most ezek mindannyian tudjuk, hogy ezek hogy működnek. Na most, soft power-e Oroszországnak nem maradt. Tehát nem tudott már odarakni senkit hatalomba, mert mindenkit vagy elvittek, vagy letartóztattak. Tehát csak nyugatos embert hagytak meg a színen. Nem volt más opció. És erre mondják azt, hogy igen, de az nem megoldás, emberek halnak meg. Én értem. Ez egy nagyon jó dilemma. Csak gondolom, ez úgy szokott történni, hogy van egy pont, amikor mindenki azt mondja, hogy ja, igen, hát akkor ez lesz. De akkor így szerinted sikerült. Az oroszokat az zavarta, hogy a nyugat már teljes mértékben átveszi Ukrajnát? Mert az már a Poroshenko idején is megvolt, sőt, ha belegondolunk, talán retorikájában Poroshenko még orosz ellenesebb volt, mint Zelenszkij. Aztán, hogy most mi, az megint más. Hát ez olyan, mint pontos, ez olyan, mint, hogy milyen példát hozzak. Japán, tehát hogyha Japánban valaki elkezdeni magyarázni, hogy miért vannak ott még mindig az amerikai katonák, vagy csinál valaki egy pártot, hogy mi lenne, ha nem tudom, hogy lehetetlen, de mi lenne, hogyha Kínával folytatnánk tovább, és hát ez... mi történne vele. Tehát, hogy ugyanez a helyzet ott is. Tehát, de akkor hogy... szerinted Ukrajnában az lenne a természetes, hogy az egy orosz érdekszféra? Én nem tudom, mi lenne a természetes. Azt tudom, hogy a lakosságnak a nagyon nagy része egészen addig, amíg ott nem jelentek meg különböző civil szervezetek, meg nem kezdtek el finanszírozni különböző újságokat, médiumokat, ez eszükbe nem jutott. Mindenki élte az életét. Ugye te a majdantéri forradalomról készítettél anyagokat többek között a Szabad Európának. Magyarul... Nem a Szabad Európának, a Juventus Rádió. Juventus Rádió, a stúdióból, igen. De direkt azért mentem oda. Magyarul nyilván beleláttál az eseményekbe, hogy ugye aztnak kétfajta értelmezése van. Az oroszok azt mondják, hogy ez egy nyugati pucs volt. A másik oldal meg azt mondja, hogy ez egy a nép által kikényszerített forradalom volt, hogy az Európai Unióhoz kell már pedig csatlakozni, és hogy ez egy nagyon csodálatos demokratikus dolog volt. Te ezt hogy látod így utólag? Szerintem ott is az történt, mint bárhol a világban történik, tehát Magyarországon is vannak emberek, akik abban hisznek, és ez teljes joguk van, és ez mindenki azt csinál az értelmet akar, hogy a nyugathoz akar tartozni, mert ő abban hisz. Van ember, aki vannak mások, akiknek erről semmit nem gondolnak, ők élik az életüket, ők vannak középen, és vannak azok, akik egyáltalán nem akarnak a nyugatban részt venni, mert nekik nem tetszik valamiért. És akkor az oroszok nyilván, meg a kínaiak támogatják ezt az utóbbit, az amerikaiak, az európai döntéshozók meg támogatják pénzzel a másik oldalt. Ez nyilván szét lehet vágni tételesen, hogy mit tudom én, aki nyilván, aki bölcsész, meg nem tudom én, milyen értelmiség és festő, és az valószínűleg inkább a nyugatoshoz tartozik, aki kevésbé iskolázott, nem tudom, az a kelethez. És akkor ilyenkor az szokott történni, hogy jön a soft power, és akkor hát finanszíroznák azokat, hogy minél több legyen a hangadó, kimenjenek EU zászlóval, vagy másik zászlóval. De te például azt érzékelted, hogy ezt finanszírozva? Van, vagy ez szervezve van? Tehát az nehez, az biztos, hogy szervezve volt, mert ezek oda költöztek sátorozva, és ott, tehát hogy mondjam, az egy ilyet magától az emberek, tehát az, hogy nem járnak dolgozni meg, tehát az, hogy az nagyon sokáig tartott, az nem két hét volt, és az egy, hogy mondjam, ott érződött az, hogy ez kívülről nagyon aktívan támogatják, ők hittek is ebben. Hát meg egyébként is ott kimentek, hát az amerikai, meg nem tudom, milyen politikusok mászkáltak ott a rendezvényen, meg felmentek a színpadra, meg biztatták őket, meg tudjuk, hogy megy ez. A másik oldal is ezt csinálja, tehát nagyon fontos dolog, tehát én szeretem Oroszországot, én nem mondom azt, hogy ez egy tökéletes, meg ez egy, nem tudom én, egy plüss állatka, és hogy csak ölelgetni lehet, olyan kedves maci, én nem ezt mondtam. Én csak azt mondom, hogy
tehát hogy voltak elég egyértelmű jelek arra, hogy hát azért ott dolgoztak a fiúk azon, hogy ez így alakuljon. El kellett szedni, valahogy befolyásolni kellett az embereket, és így sikerült. És ezt Magyarországon is tapasztaljuk, mindenhol ezt látod, most Örményországban is, mindenhol ez megy. Nagy hatalmak ezzel szórakoznak, senkit nem érdekel az, hogy az emberek nyugodtan akarnak élni, senkit sem érdekel. A pénz érdekes, hogyan lehet az országokat elszedni, embereket tönkretenni készleten. Ugye talán ami újdonság volt, az már a Majdant követően is a Krím annektálása, hogy arra talán a nyugat nem számított, hogy akkor majd drasztikus válaszlépés jön, és hát nagy kérdés, hogy vajon arra számítottak-e, hogy Oroszország meg fogja támadni Ukrajnát 2022-ben. Mert eddig egy kicsit inkább az volt, hogy mindenhol beavatkoztak, de olyan túl nagy következménye nem volt. Oroszország esetében viszont... Én se gondoltam volna. Az ismerőseim nagy része se gondolta volna, senki nem gondolta volna, hogy ez így ebben a formában meg fog történni, és nyilván teljes evidencia, hogy hát nem ez volt a terv. Volt tavaly össze, amikor kint voltam, volt Szalavjov, akit Magyarországon sokszor szoktak idézni, ugye nem tudom, hogy milyen propagandista, meg hát ez is igaz, de egyébként meg egy rendkívül tehetséges és nagyon sokat dolgozó ember, akinek mondjuk vannak érvei. Az, hogy lehet, hogy nem egyetértett, hogy ő nem az a propagandista, hogy megjön meg a gombot és mondja, hanem hogy ő mond olyan dolgokat, hogy az embert ugye elgondolkoztatja legalább. És akkor neki volt a műsora, ez a minden esti műsorban szoktak ugye Twitteren kiragadni, amikor egy üvöltözik meg, hogy kit kéne atombombával elpusztítani. Hát volt egy kicsit értelmesebb rész éppen, és ott többen voltak a stúdióban, és nagyon emlékszem, hogy egy katonai vezetőt behívtak, valamilyen nagyon sok csillagost. Ott állt, és kérdezték, hogy sikerült ezt így elrontani. És a legfontosabb kérdés az volt, hogy miért nem kapcsolták le az internetet? Hogy nem sikerült megoldani azt, hogy ez a legfontosabb, meg én ez a tudom, hogy undorító, de hát most ilyen dolgokról beszélgetünk, ez így működik sajnos, hogy miért nem sikerült lekapcsolni az internetet, mert hogyha ez a rengeteg videóanyag az első időszakban nem kerül ki, a repülőgépről, hogy bombáz, nem, tehát hogy ez nem látjuk, akkor nem alakul ki az empáti ilyen fokú együttérzés, mert ugye Irakból ezt nem láttuk ilyen mennyiségben, tehát ez nem az egyszerű embereket sajnálták, nem lett az, hogy az undorító, és ezt meg kell állítani, és ott emberek szenvednek, hogyha ez egy stratégiai dolog, hogy ez hogy nem sikerült megállítani, és akkor azt mondom, zavarba jött a tiszt, így látszott, nem nagyon lehet erről, hogy mit mondani, élőadás, valamit mondani kell, de hogy mégse lenne szabad, és akkor valami ilyesmit mondott, nem tudom szó szerint idézni, de az volt a mondani való lényege, hogy hát benn vannak ők ugye valamennyi mobil szolgáltatóban, és ők látják azt a térképen, hogy hol hány szimkártya gyűlik össze. És egy olyan poligonban, tehát egy ilyen katonai valamiben, ahol összegyűlnek a katonák, akkor látják, hogy a sok van, tehát oda kell lőni. Ez el is jutott még a magyar hírekben is, hogy az ilyen lettel, ahol sok szimkártya van, az buktatta létesítményeket. És hogy ez, ő azt magyarázta, hogy ez volt az az érv, ott legfelül, valahol, katonai szinten, ami azt mondta, hogy akkor inkább hagyjuk fönt az internetet, mert ezt gyorsan lerendezzük, és mire ezek észbe kapnak, már mindegy. Csak hát nem jött be. És akkor hát így lett az, hogy nem tudom, Gánában is mindenki érzi ezt, meg Uruguayban is mindenki érzi a problémákat a világban, és most ebben a csodálatos új valóságban ürünk. Ilyeneken megy el a világ. Ugye azt mondtad, hogy Oroszországnak most már az a célja, hogy gyengítse a nyugatot. Ugye azért érdekes ez, mert a nyugatnak is az a célja, hogy gyengítse Oroszországot. Pont most van egy olyan Antony Blinken nyilatkozat, ami azt mondja, hogy Amerikának két célja van, egyrészt kell támogatni Ukrajnát, de másrészt meg nem szabad, hogy közvetlenül bele bonyolódjanak egy háborúba Amerika-Oroszországgal, mert az az amerikai emberekre nézve veszélyes lenne. És ugye sokan azt mondják, hogy Oroszország az gyakorlatilag, hogyha amíg ezt a hadműveletet folytatja, addig legalább nem mondjuk Kínának segít a Távol-Keleten, és a többi, és a többi, és hogy a nyugatnak megér annyi pénzt, hogy Oroszország figyelmét lekössék. De akkor itt legalább van valami közös cél, hogy mind a kettőnek az a cél, hogy gyengítse a másikat, de hogy látod, ki gyengíti jobban egyik a másikat? Ha már egy rádióstúdióban ülünk, akkor ennyi szakmai ártalom hagy legyen, hogy... Hozom azt a hasonlatot, hogy Magyarországon a kereskedelmi rádiók úgy szoktak kommunikálni, ezt minden néző meg hallgató biztos tapasztalja a hírek között, hogy őt mennyien hallgatták. És akkor oda van írva, hogy a 17-től 23, most már sajnos így működik Magyarországon, szakmai munka így most már ilyen, 17-től 23 éves korig a szőke, zöldszemű nők, akiknek ilyen kutyájuk van, azok között ők a leghallgatottabbak. És de oda nem azt írják, hogy ha fölé azt mondja, hogy mi vagyunk a leghallgatottabbak. Ezt csinálja a nyugat is, hogy itt ez kommunikációs szinten ez fantasztikus a helyzet, a valóság az meg nem ez. És én azt gondolom, hogy, és én tényleg ezt tapasztalom, és ezért gondolom ezt empirikus úton, hogy valójában a dolog úgy áll, hogy ez egy ilyen
kommunikációs, mégis ez is a munkám mégiscsak. Ez egy ilyen kommunikációs üzenet. A nyugat részről, vagy Oroszország részről? Ez nyugat rész egy kommunikációs üzenet lehet, mert egyszerűen volt, nyilván európai oldalról ez egy tök fontos dolog, hogy Ukrajnát meg kell szerezni, mert akkor majd oda bemennek a német szupermarketek, meg diszkotláncok, meg majd az Airbus része lesz az Antonov, meg akkor a földek, meg a nem tudom, és akkor ezzel is lehet hűteni a gazdaságot, és akkor folytatódik az európai jólét, úgyhogy megint lett valaki, ami meg lehetett gazdagodni, és akkor lett olcsó munkaerő, és a többi. De hát nyilván van egy Excel tábla, amiben látszódik, hogy ez mikor éri meg. És nem biztos, hogy ez majd egyszer eljön az a pont, ezt már meglátjuk, amikor már nem éri meg. Csak akkor itt térnék rá megint a személyes tapasztalataidra, hogy érzékelnie gazdasági szempontból, vagy bármilyen szempontból, hogy Oroszország bármilyen területen, de meggyengült a háború következményében. Volt egy időszak még tavaly, amikor voltak szembejövő problémák, de olyasmikre kell gondolni, hogy a minek hívjuk ezt magyarul, a szok, az mi magyarul, a nem üdítőital, almalés, tehát a különböző gyümölcsleveknek a dobozán nem volt festék, és akkor alá volt írva, hogy ez micsoda, mert éppen az nem volt. Akkor voltak ilyenek, hogy nem tudom, a nyugati autókhoz nem volt alkatrész, vagy csak nagyon drágán, és Dubajon keresztül kellett utaztatni. Még a Covid alatt láttuk, hogy ez másot is érintett. Igen, csak hogy tehát ilyenek voltak, de ezek eltűntek, mert lett egyrészt mindenki vállalkozás nyitott, és mindenki kereskedő lett, és csendsel, és mindenki most nagyon fel van fűtött állapotban az orosz gazdaság. Boldog-boldogtalan kereskedni kezdett, és mindenki hoz be dolgokat. Ez is érdekes egyébként, hogy hogy. Hát most kezdeném azzal, hogy ugye mondtam, hogy nem leszek elhajló, és nézd meg. Majd a mikrofontól, hogy mutatok neked egy ilyet, hogy csak a kamerába a számokat nem utasd, légy szíves, hogy ez a bankkártyám, az egyik. Raiffeisen-es orosz bankkártya. Akkor Raiffeisen nem vonult ki Oroszországból. Az se vonult ki Oroszországból, meg a OTP se vonult ki, meg a UniCredit bank se vonult ki, meg még sok másik bank nem vonult ki. Ez, hogy nem vonult ki. És lehet, tehát tudsz pénzt utalni, meg tudsz. De ez Swift rendszeren keresztül is? Is. Csak átnézik, tovább tart. De egyébként rengeteg mobil app van, amivel ezt meg tudod oldani. Hát mondjuk, ha Revolut működik, akkor nem, az, nem, az nem. Nem, az nem. De vannak erre mobil appok, tehát letöltöd az okostelefonra. Na, én megyek Oroszországba a jövő év elején, úgyhogy mondj valami applikációt. Nyugodj, ez nem reklám. De sok van, tehát beírod angolul azt, hogy melyik applikációval lehet. Az a fontos, hogy mind a kettő bank, tehát kimész, ja, ezt nem is mondtam, kimész, most már szerintem online is tudsz, úgyhogy ki sem mentél. Első dolgod az, hogy nyitsz egy bankszámlát. Tehát bemész magyar állampolgárként, beviszed az útlevelet, mondod, hogy kéne neked egy bankot, tehát tessék. Nem vársz, ezt a bankkártyát ezt így odaadják neked, ott aznap. Nyilván nincs rajta a neved, hanem ez egy ilyen eldobható debitkártya, és akkor azt megkapod. És akkor azzal tudsz boldogulni, és akkor tudod, bent vagy a rendszerbe, és tudsz mindent fizetni. Na, ez tényleg csak azért meséltem el, hogy ez ennyire másként működik, és ennyire alkalmazkodtak ebben is ahhoz, hogy mennyire megváltozott a világ. Így működik a kereskedelem is. Tehát az, hogy mondjuk valaki szeretne Netflixet nézni, akkor tud. VPN-nel? Is, meg úgy, hogy lesz mondjuk egy török, vagy egy kazak, vagy egy nem tudom, Burkina Faso-i bankkártyája. És neki nem kell elutaznia hozzá Törökországba, mert ugye annyian mennek Törökországba, Kazasztánba, egy Emirátusokba, bárhova, hogy hát valamennyi pénzért neked intéz egyet. És ez így ilyen szürkezónás dolgok? Tehát ez a csendcselés részéhez tartozik? Ja, igen, ez kicsit olyasmi lehet, mint amit mi 90-es években láttunk a piacokon, hogy tudod, a különböző adiós feliratú, tehát hogy van egy ilyen életérzés ebben, de egyébként nem. Puma Nike jelle. Igen, így, de van egy ilyen életérzés ebben, de egyébként meg az igazság, hogy az embereket úgyse az érdekli, hogy ez hogy történik, persze, hanem az, hogy működik. Szia uram, az eri bankkártya érdekel. Ez konkrétan így, ez pontosan így. És hogy lehet megtalálni, tehát hogy az utcán szembe jönnek, ne, vagy mindig hát, tudod, hogy ehhez kell elmenni a... Nem, neten. Telegram ja, csoportban, VK-ban, aki keres, az talál, de hát egyébként... De meg, akkor könnyű ez, tehát ez egy nagyon könnyű dolog. Kiszúrja az ember személyét. Ez még az a készség se kell, hogy valaki tudja az internetet használni, akkor van egy ismerős. A deep web legrejtettebb bugyraiból. Meg hát mondom, vannak olyan bankok, amikkel ezt normálisan tudod egyébként is csinálni, csak nyilván nyugati szolgáltatással egy MIR bankkártyával nem tudsz előfizetni. Tehát az kell egy külföldi. Magyarul azt el lehet mondani, hogy ebben vannak kényelmetlen faktorok, így. Vagy hogy nem annyira egyszerű, de nem állt meg az élet. Egyáltalán nem. Sőt, az a helyzet állt elő, hogy mivel alkalmazkodni kell, tehát Oroszország úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon nagy hajó. Ez nagyon lassan mozdul meg. Tehát akkor megmozdul, akkor nagyon sok vizet lök odébb. Ez történik itt is. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy van egy gazdasági átállás,
És most egy olyan dolog történik éppen, hogy olyan dolgokat változtatnak meg, amihez nem nyúltak hozzá. És én mindig azon nevetek, amikor ez nem tetszik. Hogy mert Oroszország nem csinál semmit, mert ezek mindenre alkalmatlan, lusták, ott ülnek a gáz meg a benzinkannán, és akkor persze, mert hát mi az isteneket, hogy bármit is csinálni, ha meg tudták venni pénzért. Nem voltak motiválva. Viszont az Isten nyugosztan édesanyámat, ő mondta mindig, hogy de a kényszer az nagy úr. A muszáj ez nagy úr. És így van, tehát hogy meg kell oldani, akkor megoldják. Hát nem fognak ott ülni, és akkor azt várni, hogy hogy fogunk élni ezután. Megoldják. Ugye még kezdetben az volt a mondás, hogy majd akkor innentől elveszítik az európai piacot, és Kínának szállítanak olcsóbban, meg kompromisszumok árán, de én azért azt látom, hogy elvileg ugye növekszik az orosz gazdaság, nyilván ennek van köze a hadi állapothoz, ami nincs, de hogy azért valami, hogy mégis van. De a másik meg a belső piacnak a kérdése. Tehát amit én így hallok az Oroszországban élő ismerőseimtől, hogy ők elkezdtek kőkeményen a belső piacra termelni, ami ugye egy óriási piac. Nem lehet, hogy valójában, és én tényleg nem akarok itt ilyen nagyon hülye antikapitalista dumákat nyomni, de hogy nem lehet, hogy valójában mégiscsak egy gazdaságnak az a természetes menete, hogy elsősorban a belső piacunkra termelünk, és abból is ki lehet jönni? Ezt jól? Egy gazdasági szakember tudja neked elmondani. Én azt tudom mondani, amit van egy olyan vállalkozás, amit angolul úgy hívjuk, hogy business intelligence, tehát arról szól, hogy mi összegyűjtjük a különböző cégeknek, vagy ügyfeleknek az, hogy mi történik a világban, a nyuszt is egyébként a műsort ezért kezdtem el, mert egyébként is én napi 4 órát tájékozódással foglalkozom különböző nagy idegen nyelveken, és akkor megnézzük, hogy mi hogyan működik egy országban, miről mit gondolnak, felmérések, mit tudom, és akkor elmondjuk, hogy mit lehetne csinálni, kommunikáció, és akkor le is gyert, mit tudom. Na most ezért tudom ezt elmondani, hogy nem a gazdasági oldalról, hanem úgy információs, vagy hát ilyen stratégiai oldalról, hogy nyilván nagy ország esetén ez igaz, tehát amikor van elég gyerek, meg miért kell a sok gyerek, az nem csak azért kell, mert hogy mi ennek örülünk, vagy ez szép dolog, hanem mert hogy kell valaki, aki ott fogyaszt, hajtja a gazdaságot, dolgozik, és abból lesz a nyugdíj, tehát hogy a sok ember, a sok pénzt is jelent. Hogy áll a gyerek létszám, tehát a demográfia? Ezt pontos számokat nem tudok, azt tudom neked mondani, hogy 40 vagy mennyi, hogy volt 40, volt 50 ezres, aztán forintban, most nem tudom, hogy hol állunk, de olyan 50 ezer forintos lakáshitel, úgyhogy ez egy 3 szobás lakás Moszkvában. Mert hogyha 3 gyereke van valakinek, akkor az állam a többit kipótolja. Tehát, hogy vannak ilyen... Ez az orosz csok. Igen. Vannak ilyen megoldások, és akkor nyilván ehhez még nagyon sok minden más is hozzájöhet, de hogy nyilván nagyon régóta dolgozik azon Oroszország, hogy több legyen a gyerek. Ez ott sem megy olyan könnyen, mert az emberek nagyon nagy része a közhidelemmel ellentétben Oroszországban, nagyvárosokban él, nem feltétlenül Moszkvában meg Péterváron, hanem mondjuk, mit tudom én, Krasznodárban, tehát hogy milliós fölötti városokban. Ott az egy nagyon kényelmes élet. Ott az emberek ráérnek gondolkodni, meg saját magukkal foglalkozni, és mivel nincsen rajtuk a kényszer, tehát nincs az, hogy van idejük szórakozni, van idejük önmegvalósítani, mit tudom, ami ez nyilván ott is az élet része lett, hogy nem az van, mint régen, hogy 19-20 évesen vállalnak gyereket, most már csak olyan 25, az nagyon korán van mi hozzánk képest. De van egy ilyen aspektus. Van egy olyan aspektus, hogy a nők, az orosz nők, azok nagyon máshogy állnak az élethez. Ezt nagyon sok most, aki az orosz ismerősöm, azok az orosz ismerősöm, akik ezt nézik, és tudnak magyarul, hogy nagyon ki fognak akadni, mert utálják ezt tőlem hallani. De az az igazság, hogy hát Oroszországban nincs elég férfi. Ez nem csak azért, mert hogy mindig van valami speciális katonai művelet, és akkor szerencsétlenek fogynak, hanem ez azért van, mert a második világháború óta eltelt időben, meg a 90-es éve pláne, nagyon sok volt az alkoholista. Borzasztó volt az ipari termelésnek a hozadéka, a rengeteg betegség. Tehát 40-50-60 éves férfiak haltak meg. És hát ezért kialakult az, ennek rengeteg oka van, most önökbe belemehetnék, hogy az utcán nem lehet alkoholt inni, tehát van ilyen tilalom, meg tehát sokféle ott próbálják ezt megoldani. Lényeg az, hogy a nők között óriási verseny van, a jó férfiaké nagyon fontos, tehát aki hogy a jó parti, ez egy borzasztó nagy verseny van. És ezért van az, hogy az Oroszországban a szépségipar. Érdekes, hogy azok például nem mentek sehova, mert akkor a piac. Tehát, hogy az összes kenceficei nem értek hozzá, most nem csúfolódom, hanem tommik ezek. Tehát ezek a nőknek fontos termék, ez óriási piac, irtózatos mennyiségben fogy, nagyon nagy verseny van. És ami ezt mesélem, hogy mivel nagyon nagy verseny van a férfiakért, ezért amikor már valakit megfogtak, hirtelen anyákká változnak, és akkor az van, hogy elkezdik védeni.
És akkor figyelj, akkor ezt ne csináld, akkor azt ne csináld, akkor mit tudom én, ne verekedj, ne így áll, ne, és most nem a legaljára gondolok, hanem hogy arra értem ezt, hogy átlépnek egy ilyen anyaszerepbe, mert akkor már őrizni kell. És így érkezünk el a kérdésedre, ezzel a nagy kerülővel, mert ez egy ilyen rossz szokásom, hogy a gyerekek nem születik elég gyerek még mindig, de valami úgy van, úgy látod azt, hogy úgy, a feltételek adottak, itt tudom megfogalmazni. Robert Sylvester szokta azt mondani nálunk, hogy Oroszország azért is most játssza le ezeket a meneteket, mert hogy még most van olyan állapotban a demográfiája, hogy ezt meg lehet tenni, és egyáltalán nem biztos, hogy így lesz. Kicsit beszéljünk a tájékoztatásról, meg a médiáról. Nyilván ez neked test közelből is, vagy hát a szakterületetet nyilván fontos, hogy ugye van ez az általános kép, hogy ott aztán tényleg teljes cenzúra van, ott mindenki agymosott, ugye el is hangzik évként, hogy azért tudja Putyin vezetni az országot, mert ott mindenkinek annyira ki van mosva a propaganda által az agya, hogy nem tud más döntést hozni. Hogy áll most össze egyáltalán, milyen hangok vannak, lehetnek Oroszországban hivatalosan és nem hivatalosan? Amit én most mondani fogok, azért engem nagyon nem fognak szeretni, de hát ez egy ilyen dolog. Szóval, ott úgy van, hogy te, ha akarsz magadnak nyitni egy rádiót vagy egy tévét, akkor te nyithatsz. Semmi probléma nincs. Nyilván nekem vannak olyan fajta jogi keret, hogy nyilván cég most ezt nem kell értelmezni, de most azért, mert te nyitni nyissál. És akkor jön az állam, és akkor azt mondja neked, hogy van egy bizonyos műsoridő, egy blokk rész, amikor ő ott hirdetést fog neked elhelyezni, amikor ő valamit úgy gondol, hogy elhelyez, ő ezért egy fillért nem fizet neked. Ő nem fog téged finanszírozni, ez kötelesség, az kész. Az olyan, mintha te adóznál, vagy... Pontosan. Nincs olyan, hogy ott van egy reklámügynökség, ami nem tudom, valami politikai kapcsolattal, amely neked hoz reklámot azért, hogy majd szócső. Nincs ilyen. Ott úgy működik, hogy van egy médium, az szól, piaci alapon működik. Azért, mert a politikának is az az érdeke, hogy minél hatékonyabban el tudja juttatni az üzenetet. Tehát, hogy most ezt az oldalt nézzük, ami nyilván politikai, hatalomtechnikailag egy fontos dolog, de biznisz szempontjából lényegtelen, de hogyha egy politikai erőnek az a célja, a hatalomnak az a célja, hogy minél több emberhez eljutassa a propagandát, akkor neki az a célja, hogy azt minél többen elhiggyék, meg megnézzék. Ahhoz verseny kell. Az kell, hogy ez egy olyan piaci környezet legyen, ahol az emberek azt a tartalmat örömmel fogyasztják, és abba tudott valahogy belecsomagolni az üzenetet, és ha jól csinálják, akkor az fogékony, tehát az táptalajra talál. Tehát ott nem az van, hogy van, mint Amerikában, hogy van a Fox News, meg van a nem tudom, azt csinálsz, amit akarsz, közéletről, hírekről. Nagyon nem szokta, önmagában az emberek nem szokta belekezdeni, mert tudják, hogy ez úgy nem egy olyan jó akkor ötlet. Van öncenzúra azért, nem? Öncenzúrának is mondhatnám, de igazság szerint a saját, hogy mondjam, a egyrészt drága műfaj. Ezt mi mind a ketten pontosan tudjuk, hogy ez az egyik legdrágább műfaj, ezzel foglak, utána kell menni, idő, szöszmötölős, rengeteg ember van, aki ezt ellinkeskedi, és csak felveszi a pénzt, hagyd ne utassuk ezzel a nézőket. A lényeg az, hogy ez egy olyan dolog, ami drága. És eleve, hogyha Magyarországon is úgy lett volna, hogyha mondjuk amikor az RTL meg a TV2 még annak idején megnyerte, akkor nem szerettek volna híradót csinálni, azt kellett csinálni. Ha lett volna egy lehetőség, hogy kihúzzák, akkor ők pénzt keresni jöttek. És Oroszországban is ez így van. Ők nem akarnak azzal foglalkozni, hogy ők most híradót gyártanak, vagy nem tudom mit, nem kell csinálni, nagyon jó, hát olyan boldogok vagyunk, nem kell csinálni. És akkor megy ott a műsor, amit ők helyesnek gondolnak, látják a táblázatból, hogy megvolt a nézettség, hallgatottság, de jó, lehet hirdetni, jönnek a hirdetők, és akkor van pénz. És akkor, amire ezt meséljük, ugye, vagy amire ezt én elmesélem, hogy ott ilyen értelemben szabad kezed van. Tehát képzeljétek el, kedves nézők, van egy olyan megoldás, hogy nem tudom, még fut-e, Revizorról, meg a Magazinó, ez egy olyan műsor, amiatt Gazpromnak van egy médiavállalata is, lányvállalata, ott futott. Ez arról szól, ezek a műsorok arról szóltak, hogy volt egy műsorvezető, akit hónapokig képeztek arra, hogy megtanulja, nem tudom, mi a magyar megfelelő, most kölyár jut az eszembe, tehát az egészségügyi, meg az élelmiszerbiztonsági dolgokat, meg a másik műsorban kettő volt ilyen, meg az éttermekben, a szórakozóhelyeken az ilyen szabályokat, mint a HCCP, köszönöm, tehát ezeket az annak megfelelőit ott, ezeket az embereket komolyan, ők műsorvezetők amúgy, de ezeket tényleg kiképezték erre. És akkor bementek egy kamerával, random, egy-egy, az ország, nagyon nagy az ország, különböző pontján, csak úgy megjelentek, bementek, és végigvideóztak mindent. És akkor
Hát az történt, hogy ebből nagyon nagy balhé lett, mert ugye sorra derültek ki azok, hogy visszafagyasztották a húst, nem tudom mi, hát nagyon gazdag oligarcháknak is a bizniszeit, tehát károkat okozott. A Prigozsin így az étteremiparban. Így, tehát hogy volt, nem tudom, hogy az övét szerintem pont nem, de mindegy, tehát hogy nagyon sok-sok biznisz így befucsolt emiatt, és hát az történt, hogy ebből vita lett az országban, hogy ez szabad-e. És akkor jött egy ilyen nagy megfejtő, aki azt bemondta, hogy hát az az igazság, hogy a nyilvánosságnak pont az lenne a lényege. Ez a feladata, hogy az előbbre való, hogy a közös, ez mennyire más a gondolkodás, mint itt, vagy nyugatabbra, nyugaton az a lényeg, hogy lehet pénzt keresni. Ott az a lényeg, hogy te nagyon jó keres pénzt, csak vannak előbbre való dolgok annál, mint hogy te véded a saját bizniszedet, és hogy nem lehet csak úgy berontani kamerával, mert ez közügy. Ez mindannyiunk érdeke, hogy ott romlott-e a kaja, tisztán van-e hajháló a fején. És akkor ez a műsor ez nagyon sokáig futott. Ezt azért mesélem, hogy ez is egy olyan eklatáns példája ennek, hogy mennyire másként működik a média. Mi azt gondoljuk itt, vagy itt nagyon sokan azt gondolják, hogy ilyen műsorot nem, itt nem fordulhat ilyen műsor elő, mert itt a törvények ezt nem engedik meg. Ott ezt meg lehet csinálni. Magyarul lehet akár oknyomozni is egy bizonyos határon belül, és egy bizonyos teljesen máshogy vannak bekötve, mert az egy birodalom, és a birodalmat egyben kell tartani, tehát amíg úgy mondanák magyarul lesz, hogy nemzetbiztonsági részt nem kezd el birizgálni, addig boldogan. Tehát az, hogy te kipécézel egy konkrét, nem tudom én, hát mondjuk nagyon bátornak kell ahhoz lenni, kipécézel egy nagyon konkrét személyt, nem tudom én, egy kormányzót, és mennyit lopott, hát akkor őt elviszik. A kormányzót vagy téged? Nem, hát hogyha ügyes vagy, akkor a kormányzót, ha kevésbé vagy, akkor téged, de a kormányzót, hogyha elviszik, akkor nem történik semmi. Hát sok kormányzó van, tehát miért kell lopni? Hát nagyon egyszerű, neki nem lehet. És akkor, amikor följebb próbáld ezt csinálni, akkor lehet, hogy ebből lesznek az egy után problémák, de szerintem ez nem, az emberek ennél intelligensebbek. Én azt gondolom, hogy van egy egészséges határ, amikor azt gondolod, hogy az nem Csehország, meg nem tudom, nem Franciaország sem, pedig az egy jó nagy ország sok emberrel. De akkor azt mondod, hogy adnak olyan területeket, amelyek ilyen szelepként feszült, tehát hogy nem az van, hogy ilyen gúzsba kötve vannak ott az emberek, hanem vannak igenis olyan területek, ahol akár még az oknyomozó újságírók is járhatnak sikerrel. Az jó, hát az jó az országnak is, hogy egyrészt kommunikációs szempont, meg én ezt tudom mondani, mert nekem erre jár az agyam, hogy ez nagyon jó, azt tudja mondani a hatalom, hogy hát a mi pártunkból is most tartóztat, nálunk nincsen korrupció, hát most vitték el, milyen igaz. Másfelől meg tényleg az, hogy van fegyelem, tehát hogy van egy ilyen, a szelep is jó erre talán, de én valami ilyesmit mondanék inkább, hogy van egy olyan lehetőség, hogy van lehet simogatni is a sajátjaidat, meg lehet verni is. És akkor ráadásul ezt nem is te csinálod, tehát nagyon kényelmes, és akkor ezt helyetted elvégzik. Mert ugye azért olyanokról lehetett hallani, hogy tüntetőket letartóztattak, akik az ukrán háború miatt tüntettek, vagy véleményformálókat ilyen az állam felforgatásának vágya, vagy nácizmus vágya, tehát hogy ilyenek azért vannak, de akkor ezek nem tömegméretűek, és nem mindennapos? Én nem tapasztaltam, hogy tömegméretű lenne. Mondok egy nagyon extrém példát arra, hogy mik történnek, amik nyugaton nem fordulhatnának elő. Van egy Havanszki nevű youtuber, aki nagyon régóta ismert Oroszországban, most hagyjuk, hogy vicces, nem vicces, mindegy, sokan nézték. Egy fiatal pétervári srác, érdekes humora van, meg ugye nem egy teljesen bolond fiú, és nem egy trash contentre kell gondolni, egy értelmiséginek tűnő fiú, aki néha sokat iszik, meg van egy ilyen alkoholista image amúgy. A lényeg, hogy egyszer nagyon részegen egy streamben próbált, ő azt hitte, hogy vicces, de hát ne undorító volt, arról próbált énekelgetni, hogy milyen nagyszerű ötlet volt a Dubrovkai színház, vagy a Dubrovka színház mészárlásban, hogy milyen jó volt, amikor a terroristák ezt megcsinálták. De hogy ennek volt valami kontextusa, amiben, mint a South Park, tehát hogy önmagában egy undorító, amikor kiemeled, de hogy ott kontextusa lett volna, de hát ilyet kultúrember szerintem nem csinál, de most ez mindegy. És teltek a hónapok, nem történt vele semmi. És valamit csinálhatott, tehát valamit mondhatott még, és egyszer valaki el akart őt rakni az útból. És akkor észrevette azt, hogy ott volt korábban ez. Van egy olyan törvény, hogy a terrorizmus támogató arcokat, azt így kóter, és őt elvitték. És annyira elvitték, hogy kiment hozzá a legdurvább kommandó, jól levideóztak, belenyomják a földbe, elvitték, fölkerült a terroristák listájára, hivatalosan berakták terroristák közé a börtön, hogy rendesen kapott, és akkor egy évigben volt, 9 hónapig, sokáig. És akkor volt egy ilyen vita az orosz társadalomról a neten, hogy ilyenkor mi a helyes. Ilyenkor a vita az a közösségi médiában zajlik? Meg a tévéműsorokban is.
a tévéműsorokban is. És tehát ott például erről lehet nyíltan beszélni, hogy elvittethették vagy nem? Ott a vita tárgya az volt, hogy nyilván nem azért vitték el, mert ő, és ez a probléma, hogy nem azért vitték el, mert ezt megcsinálta, hanem valakinek valószínűleg beszólt, neki útba volt, vagy nem tetszett, és volt egy apropó arra, hogy hogy lehet elvinni. Ez az az eleme Oroszországnak, hogy a nyugaton nem lehet elfogadni, mert bármikor veszélybe kerül, ezt meg elvihetnek. Erre én mondjuk azt mondom, hogy ha ott az a szoftver is fut az ember fejébe, és érti, hogy hogyan kell viselkedni, meg tehát nyilván mindenki hibázhat, de azért ilyet nem mindenkivel csinálnak, ez valamit csinálni kell, én azt gondolom. Ez nem mentesíti azt, aki büntetlenül elvisz valakit a terroristák, tehát ez nem, ezek egymás mellett lévő dolgok. Csak úgy mondom, hogy okokozati összefüggés, és akkor őt elvitték, és akkor volt ez a téma, hogy ilyenkor mit lehet csinálni, hogy ez helyese, helytelen, mit tudom én. És mindenki azt mondta, hogy egyébként független a törvényektől azt, hogy ezt az embert elvitték, ezt a srácot elvitték 2-3 napra, mondjuk egy hétre, hogy gondolkodjon egy magánzárkába, hogy mégis mit csinált, az rendben van. Azért nevelő célzatú, minden youtubernek szól, hogy gyerekek, azért viselkedni nem ártana, mert vannak emberek, akiknek ott meghaltak a rokonai, mint ez egy normális társadalom, ez nem fér bele. Értve, tehát még nyugaton is van a gyűlöletbeszéd, ami miatt most elég sok embert elvisznek. Nyilván szerintem egyik se jó, meg másik sem. Tehát, hogy persze. Ha rajtam múlna, mindenki mondjon, amit akar, aztán mindenki vitatkozhasson mindenkivel. Szerintem ez a jó verzió, és nyilván ami mit tudom én, emberiség ellenes büntetre, vagy gyilkosságra szólít fel. Hát a terroristákat dicsérni, az mondjuk innetszes. Igen. Ezek mindig ilyen nagyon... De ez izgalmas vita is, amennyiben ez a vita tényleg lezáródhat, vagy lejátszódhat. Úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy a srác végül azért elköltözött Szerbiába, tehát hogy onnan csinálja most már a YouTube-ot, tehát hogy ő... Viszont érdekes, hogy amúgy meg amióta tart az SK-m, azóta nem az van, hogy a rendszerrel elégedetlen, hanem azt mondja, hogy mindenki rohadjon meg, mert mindenki ugyanolyan szemét és kiábrandult a világból, de ez az ő egyéni tragédiája meg sztoria. De hogy, ja, ilyen viták vannak. Vagy volt egy olyan sztori, nem tudom pontosan, Sürigina, nem tudom rendesen, nem vagyok biztos a vezetéknevével, volt egy lány, aki 10 éves volt, és több fiúval került szexuális kapcsolatba részegen, és akkor a fiúkat elvitték kolóniára emiatt. Mert hogy a lány azt mondta, hogy őt megerőszakolt ez a 3 fiú, és akkor volt egy tévéműsor, tehát ez a Puszika Variát volt régen, amit még a Malachon vezetett az állami tévén ment délután, úgy kell elképzelni, mint egy Mónika Show, csak ott nem fogatlanok verekednek, hanem ilyen dolgokat megbeszélgetnek élő tévéműsorban. És akkor lehet szavazni, közönség hozzászólhat, vannak szakértők, behívnak pszichológusokat, tehát én értelemben nagyon nyitott a társadalmi párbeszéd, és akkor volt egy ilyen beszélgetés, hogy mi van, és utána jártak annak a tévések, aminek a bíróság sajnos nem, hogy a fiúk nem, tehát ez nem egészen erőszak volt, és ez nem egészen így történt, és akkor a fiúkat aztán kihozták a börtönből, és akkor volt olyan, hogy például a lányok megölték az apjukat, aki 3 lány, nagyon gazdag apjuk volt, valamiért kötődött a hatalomhoz, volt lehetőség arra, hogy mindent elintézzen magának, és a lányok nem tudtak szabadulni az apjuktól. Nem tudtak sehova sem menni, mit tudom én, visszahozatta őket, de el voltak nyomva teljesen, mindenhogy, nem tudtak pasizni, semmit nem tudtak csinálni. Felnőtt nőkről beszélünk. És akkor megölték az édesapjukat, nem tudtak tőle hogyan szabadulni. És akkor ez is egy nagyon komoly tévéműsor volt, erről is nagyon sokat beszélt, tehát ilyen értelemben nagyon nagy szólásszabadság van. Tehát nagyon súlyos társadalmi kérdéseket, ami túlmutat azon, hogy nem tudom, valaki beszólt a hatalomnak, sokkal jobban kibeszélik, mint mi itt. Ott ez nagyon nyíltan lezajlik, hogy oké, hogy megölték az apjukat, ez bűncselekmény és elítélendő, mit tudsz csinálni abban a helyzetben, ha? És akkor ezt az emberek végigbeszélték, hogy jó, akkor ezért ez jár. Ugyanez a sztori, amikor a börtönből az elítélteket elvitték a frontra. És ez nagyon komoly sztori, hogy ilyenkor mi a helyes hozzáállás. Tehát most az van, hogyha valaki, nem tudom én, darabolós gyilkos, azt úgyse viszik el, de mondjuk, hogyha drogokkal foglalkozott és belőlük sok van, akkor ő neki, Pan Milovanyi, tehát hogy meg lehet-e, Milovanyi, igen, tehát hogy meg lehet-e, nem tudom, nem kedvesként, de lehet-e nekik ezt engedni, megválthatják ezt a szabadságukat, hogy ezzel kiváltják-e azt a kárt, amit okoztak, hogy ők ezzel tiszta lappal indulhatnak-e. És akkor az lett, azt hiszem, én úgy emlékszem, hogy az lett a megoldás, hogy lett egy ilyen kis csillag a törvényben, vagy a vonatkozó szabályban, hogy ja, ha bármi, ami BTK elkövet a legkisebbet, akkor megkapja a teljes büntetést. Na, úgyhogy ilyen értelemben nagyon nagy a szabadság. Akkor itt fordulnék rá az utolsó témánkra, hogy de hogyha
gondolkodó emberek vannak Oroszországban, meg még társadalmi viták is zajlanak, akkor hogy lehet az, hogy Putyinnak ennyire betonbiztos a támogatottsága, és a választásokat ilyen 60-70%-os eredménnyel tudja abszolválni a Putyin és a hozzátartozó politikai erő? Kezdem azzal, amit mindenki gyanít. Én most voltam a választások, amire az ismerősöm elmentek szavazni. Most volt a helyi hatósági választás, meg a polgármester, és ez most iskolákban tartják. Az egy külön történet, hogy az iskolák ott mennyire zártak, mindenki beléptetőkapu van, átvizsgálnak, hogy van-e nálad bomba, és nem a választásokon, hanem az iskolák ott így működnek, hogy a terroristák ne öljenek gyerekeket. Tehát, hogy ott így működnek az iskolák, de mindegy. Tehát, hogy megérkeztünk, és akkor ott van kettő rendőr kapásból, jött kettő, pont akkor jött két olyan, hát mondjuk ilyen szavazatellenőrző biztos, ki van rakva egy kamera, amiből ők megérkeznek, láttam a saját szememmel, megérkeznek, és elmondják, hogy ennyi idő van, most jöttünk a digitális szavazatokért, rátöltik a nem tudom mit, a nem tudom mire, a gépre átnézik, elviszik az addigi szavazatokat, elmennek. Tehát, hogy dokumentáció szintjén ez látványosan úgy van megcsinálva, hogy az meg benyomásod, hogy nyilván nem lehet csalni. De egyébként meg mindenki azt mondja, van az a klasszikus, hogy Amerikában is láttuk, hogy nyilván aki számolja szavazatokat, az majd eldönti, hogy ki nyerte a választást. Én nem tudom, az alapján, amit én láttam, szerintem ott ez így rendben van. Még pont a digitális szavazás kapcsán merül mindig fel, hogy azzal a legkönnyebb csalni, mert hogy amíg a papírra beixelteket számolják, de ott közben ki tudja ki, mit, hogyan. Meg meddig őrzik, meg hát ki az az ember, aki egy ekkora országban. Ki fejlesztette a szoftvert. Igen, meg ki az, aki ezt megnézi, és hogy most, aki tényleg ott most, Szlovákiában volt, hogy a Ficóik pártjából szinte mindenhol volt ott egy ember, aki megnézte a szavazatokat, hogy tényleg megszám annyi tök jó, de hogy tudod, ez egy olyan dolog, most vagy megbízol a rendszerben, ez egy ilyen dilemma. Ez egy bizalmi kérdés. Hogy megbízol abban, hogy akik ebben részt vesznek, azok nem csalnak, vagy nem bízol meg benne. Ez szerintem ez ennyi múlik. Na mindegy, visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy ez abban változott meg nagyon, és szerintem azért olyan durva a helyzet. Nekem figyelj, nekem van olyan ismerősöm, aki stylist, mondjuk nőnemű, de stylist, és régen így hívtuk, öltöztető. És hát ő egy nagyon liberális ember volt, ő Navalnyi tüntetésre járt. Tehát ez Z-pólós bólóban jár most. És mi változott? Az, hogy neki mindig ezt szoktam mondani, volt egy elképzelésük ezeknek az embereknek arról, hogy milyen a nyugat. Tehát az, hogy itt minden ember egyenlő, mindenki ugyanannyit él. Jólét, szabadság. Jólét, szabadság, az, hogy neked milyen útleveled van, vagy milyen származású vagy, az nem jelent semmit, a törvényeket tarts be, és akkor szabadon gondolkodhatsz. És hogy teltettek a hónapok, azt vették észre, most ott tartanak, hogy WC-papírt meg nem tudom, mit nem lehet behozni a határon, ha orosz vagy, meg az orosz rendszám autóval nem tudsz bemenni. De most nem akarok gusztustalankodni, de tényleg a sárga csillag az még hiányzik 80 évvel ezelőtt. Ugyanazon mennek át. Mint most ez a WC-papír osztorít, ez egy konkrét esemény. Ez egy konkrét esemény, igen. A napokból. Igen. Tehát azt mondja, hogy gyakorlatilag, ahogy mondják, orkokként, állatokként, tajgáról érkezett vadakként kezelik őket, és nyilván, amikor ez, hozzáteszem, szerintem ez Magyarországon is egy tragédia egyébként, mert én tök empátiával és tök nyíltan mondom azt, hogy én megértem azt, akinek az az álma, vagy az volt az álma, hogy Magyarország is a nyugathoz olyan értelemben tartozzon, hogy olyan lesz, mint nem tudom én, Ausztria, vagy nem. Mondjuk az osztrákhoz egy külön kategóriák nem ilyenek, de nem tudom, Hollandia, vagy nem tudom. De hát amikor azt látjuk, hogy ezek a játékszabályok nem mindenkire vonatkoznak, az szerintem az elgondolkoztató, és a kinti tapasztalat, és ezt ezért meséltem el, hogy hát ők mondják azt, hogy nekik volt egy elképzelésük arról, hogy milyen a nyugat, és azt tapasztalták, hogy ez nem ilyen. Ez egy nagyon, tehát amikor valaki kiábrándul, akkor teljesen megtud, tehát a német külügyminiszter azt mondani, hogy 360 fokot fordult, tehát hogy ilyen 180 fokos változásokon mennek át emberek. Magyarul, amire mondják, hogy Ukrajnában esetleg tényleg most születik a nemzet, akkor lehet, hogy még Oroszországot is összekovácsolja az, amit most látnak a nyugat hozzáállásában. Aki bent maradt, vagy nem ment el, az igen. Nem is tud mást választani, tehát lehet, hogy ő mást gondol. Tehát, hogyha ő elmegy külföldre, akkor mindig egy büdös ruszki lesz. Neki most nincs más választás. Most különösen így lesz. És ő neki nincs, tehát akinek egy csepp esze van, az érti azt, hogy neki nincs lehetősége más. Egyébként érdekes, amit mondasz, mert itt volt nálam még egy hölgy, akinek a szülei közül az egyik orosz, a másik ukrán, és ő ugyanezt mondja, hogy a szankciókkal az orosz társadalmat a nyugat pont Putyinhoz nyomta, mert az az érzet van, hogy ettől Putyin tud minket megvédeni, hogy teljesen méltatlan az, hogy Csajkovszkitól kezdve Tolsztóig mindenkit eltörülnek. Sportolók.
adatok, meg kizárják a orosz macskát a macska szépségversenyről, és a világ legidősebb fája nem lehet orosz, mert az orosz. És hogy az van, hogy a társad, tehát hogy ott például azt mondja ez a lány, hogy ő szerinte itt ezt elhibázta a Nyugat, mert pont nem ezt kellett volna csinálni, hiszen így akkor most tényleg az van, hogy Putyin a jó, és a Nyugat meg a rossz gyakorlatilag. És nem csak az emberek szintjén, hanem országok szintjén is. Tehát az, hogy hát nem véletlenül van az, hogy Oroszországnak sikerül fellázítani a, azt hiszem úgy szoktátok mondani, a globális dél-magyarulig. Tehát azokat az országokat, Indonéziát, meg nem tudom, aki eldobta a Mastercardot, meg a Vizát, meg az nem egy kis ország, meg nem egy kis lakosság, szóval ország, meg mit tudom én, Szaúd-Arábia, ami mindig Nyugattal tartott, most Kínához húzódik. Tehát, hogy ezek azért történnek, mert mondjuk, hogy te szaudi vezető vagy, akkor azon gondolkozol, hogy ha én most legközelebb feldaroblok egy újságírót, aki egy amerikai lapban, amerikai pénzből azt írja, hogy én milyen rossz uralkodó vagyok, hát akkor nálunk is ez lesz, hogy levágnak a Swiftről, meg a nem tudom miről. És nyilván nem jó feldarabolni újságírót. Én nem mondtam, csak azt mondom, hogy hogyan gondolkozik. Igen. Én azt mondom, hogy hogyan gondolkozik. Tehát, hogy nem az, mindig az, hogy mert a morál meg az erkölcs, ez egy nagyon fontos dolog. Van egy olyan pozíció az életben, amikor kényelmesen ott ülsz az elefántcsonttornyodban, és azon gondolkozol, hogy hogy van. De amikor lőnek, akkor ezzel nem gondolkozol. Meg hogy nyilván szerintem a feldarabolás is olyan, ami nem fér bele. Hogy nem fér bele. Más a nyugati típusú demokrácia, és látjuk, hogy az a nyugati típusú demokrácia nem is működik, talán még Magyarországon sem egyébként. Hát másban szocializálhatunk mindennyien, persze. Igen. De erre visszatérve, hogy erre az elemre, hogy hát ez a dolog lényege, hogy sorban mondja, hát Indiának a külügyminisztere mondta azt, hogy nehogy már Amerika megmondja nekik, hogy ők fognak-e kereskedni Oroszországgal. Ő nem azt jelenti, hogy ők támogatják azt, amit csinálnak Ukrajnában. Ők majd eldöntik, hogy kivel akarnak bizniszelni, meg kivel nem. És ez az elem, amire ugye a legfontosabb, mikor lesz ennek vége, vagy hogy lesz ennek. Ezt minden orosz tudja, ezt minden orosz érzel. A kocsmától, a taxisofőrön át, mindenki azt mondja, hogy ez a meccs most már nem arról szól, hogy mi lesz, ráérnek, ők nem sietnek sehova, vagy valami majd lesz, nem kell, ne jöjjenek közelebb, kell, majd lesz valahogy. Az a lényeg, hogy mikor lesz, mikor jutnak el arra a pontra, hogy legalább Európát lerendezik így. De szerinted erre van reális esélyük? Ezt én nem tudom megítélni, abból tudok kiindulni, hogy van olyan ügyfél, illetve volt ilyen ügyfél, ez nagyon fontos, volt olyan ügyfele a cégemnek, amely egy ázsiai ország, amely nem vár európai turistákat, mert hogy nem lesz rá úgyse pénz. Most Stier Gábor munkatársunk, ugye a Moszkva tér főszerkesztője éppen Oroszországban, Szocsiban tartózkodik a Valdáj Klub ülésén, hát a KGB keze mindenhova. Mindenhova. És ő mondja azt, hogy neki európaiként megdöbbentő azt látni, hogy mennyire nincs szó Európáról. Tehát, hogy gyakorlatilag ilyen lekicsinlően, lesajnálóan beszélnek rólunk, hogy ezt, hogy benéztük ezt az egészet, és a jövő tekintetében szinte csak, amikor ilyen gazdasági, meg egyéb panelek vannak, csak arról beszélnek, hogy Ázsiával és Afrikával nem, hogy lesz kereskedés. Oroszországban is így van, tehát az, hogy ők, tehát annyi van, hogy mit a lettek, meg a litván, meg néhány ott, most már lengyelek nem, de a balti országoknak a kamionosai hozzák be azokat az árukat Európából, amiket ott a boltokban lehet kapni. Ez is milyen érdekes, hogy ők akik a legjobban. Na mindegy, nagyon sok pénzt keresnek. Az egyik miniszterelnök, most nem fog eszembe jutni, melyik talán az észt miniszterelnök a férje is. Ilyen biznisz. Igen, abban volt, vagy a lett, vagy az észt miniszterelnöknél, igen, hogy miért van közös orosz cége. És hozza be az árut Oroszországba a boltokban, nagyon izgi. Na mindegy, tehát, hogy ők ilyen értelemben az, hogy legyen bent a boltban a Milka Csoki, meg a nem tudom, ez érdekli őket. Mert ez nem ahhoz kell, hogy annyira kell, hanem hogy a lakosság úgy érezze, hogy mi még ezt is el tudjuk intézni. Mindenki boldog, nem lázonganak az emberek, mert ha ő azt szereti, akkor van. Ennek ez a lényeg, ennek ez megint kommunikáció, ennek az a lényeg, hogy ez jól néz ki. És akkor van. Közben meg az történik, hogy ők csak azzal foglalkoznak, mindenütt, minden területen tényleg az megy, hogy hogyan lehet most Afrikával mennek le a gyárat építeni. Amire megint azt mondom, hogy innen, hogy milyen vicces, mert gagyi. Tök jó, és az európai autókra, amik most már elektromosak lesznek, de még ha nem is elektromos, de mindenféle biztonsági cucc van benne, milyen munkamorál van itt, és hogy hogyan lehet, és a dolgozóknak a jogai, és ilyen magas fizetése a nagy hozzáadott érték miatt, de az életben nem fogsz Afrikába eladni európai autót soha, pláne ilyen energiaárak mellett. Ő oda megy a Ladájával, olyan, amilyen, az oda tökéletes. Az annyiba kerül, ő azt felhúzza. Olcsó munkaerő ott van. Nincsenek európai szabványok. Ők ellesznek. Így van, ők ellesznek. Nem számít az, hogy a dolgozó, ez tragédia amúgy, tehát most megint azt mondom, hogy ez nem cinizmus. Én nem azt mondom, hogy ez milyen jó, hogy a dolgozó, nem tudom, a kénysabba esik és meghal, és ez milyen nagyszerű. Én nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy ez a része annak, hogy ők nem ebben a
nem tudom, hogy fogalmaztam az előtt, nem ebben a Milka reklámban élnek, mint itt Európában. Az oroszok úgy tekintenek, nagyon régóta, régen is tekintettek Európára, mint egy múzeumra. Tehát mint Ausztriát, hogy elképzeljük, hogy van ez a Görögországban megnézzük az ókort, Ausztriában megnézzük a Habsburg korszakot, jönnek is turistaként. Igen, jöhetnek. Így különböző országok azért csak beengedik őket, de hogy figyelj, hát más a szög. És racionálisan gondolt végig. Megint ezt tudom mondani, hogy most az munkatapasztalat, de az, hogy Európának van saját processzora, nincs. Van saját közösségi oldala? Nincs. Van okos telefonunk? Nincs. Van-e a földben bármi, ami kell az akkumulátorokhoz? Nincs. Van-e olyan bármi, amire nagyon nagy szüksége van a világnak, és itt állítjuk elő? Nincs. Itt mindenki irodában dolgozik, és semmi olyan dolgok nincs, szóval szüksége van. Igen, de Európában van a szoftver, a kulturális szoftver, a tradicionális, tehát a több ezer éves civilizációs dolog, csak lassan már csak ez maradt. Tök jó, csak mondjuk a kínai telefonokat, hogyha megnézed, a kínai autókat megnézed, amik most jönnek, és éppen a tegnapi Hír volt News-ba pont mondtam, hogy a Volkswagen egy időre bezárta a két gyárát Németországban, mert nem fognak az autók, és hogy olyan, ők próbálják fölhívni, azt hiszem így volt, nem tudom szó szerint most idézni, de azt hiszem, hogy próbálta fölhívni a Volkswagen vezetője a vezetőséget Németországból, hogy nagyon ég a ház, és nem nagyon válaszolnak neki. Nem tudjuk miért. És akkor mondja, hogy hát az, hogy jönnek a kínaiak, de hogy ti akarjátok az elektromos átállást, ti azt szeretnétek, hogy egyébként nem tudom, újrahasznosított anyagból nagyon drágán csináljuk az autót, de egyébként már nem adtok rá támogatást, mert nincs rá pénz, vagy nem tudjuk miért. De ez legyen meg, az legyen. Egyszerre minden nem lehet, pláne úgy, hogy nem tudunk exportálni. Nem tudjuk azt megoldani. Kínában már a Volkswagen az egy nagyon fontos márka volt, a Volkswagen már nincsen sehol, mindenki kínai autót vesz. És most már jönnek ide is. Tehát, hogy ez egy... Ilyen értelemben szerintem az oroszok, az, amennyire borzasztóan indult az ő szempontjukból a sztori, az nagyon ciki volt, tehát ez kérdés nincs. Azt ők is cikiként érték? Mindig, az nagyon nagy szégyen. Tehát, hogy ha olyankorokat megnézzük, akkor ugye ők nagyon mérgesek voltak, hogy nagyon. Hogy lehet így háborúzni. Nagyon. És kiket vittek el egyébként, kit tartóztattak le Oroszországba? Az ilyeneket. Akik azt mondták, menjünk oda, öljük meg, foglaljuk el atombomba. Tehát a háborúi párt. Az ilyeneket viszik el, nem a háború pártit, azt, aki nem akar kivárni, hanem ő, menjünk. Ezeket, minél a Prigozsin is ez az irányvonal volt. Hát erre most azt mondom, hogy én nem hiszem el még mindig azt a forgatókönyvet, hogy őt megölték. Szerinted él? Ha megölték, akkor a franciák. Tudom, mert az orosz védelmi minisztérium, az azért nem hiszem el, mert nekem az a gyanúm, de ez meg az én teóriám, hogy ez az ember az egy 20 éves projekt volt, hogy ő ott volt a Bush mellett, és adta a kaját, és ő csinálta az orosz hadseregnek, tehát hogy hát biztos, hogy ügynök volt, tehát hogy vagy valami bekötöttsége volt, tehát ő egy börtönből szabadult ember, akinek kapcsolati hálója volt, aki tehát egy rejtő jenői figura. Az biztos. Na most ez valószínűleg igen, tehát hogy valami köze volt hozzá, na most az ilyen embert szerintem nem szokták csak úgy megölni, meg az egy elég rossz üzenet, hogyha a főnivel megegyezel valamiben, és utána mégis leesik a repülőd, ez nem biztos, hogy egy olyan jó sztori, na mindegy, de ez az én teóriám. De azt mondták, hogy az Oroszországban meg teljesen normális, akkor még ott se? De hát, hogy mondjam, arra nem tudsz, tehát hogy azért nem tudom, hogy mondjam, így igen, hogy kételyek vannak. De ha ez úgy lenne, hogy ez... Tehát, hogy van ez az amerikai film klasszikus, hogy fúba nem szabad nyomni a kretén. Tehát, hogy az ott se úgy van, hogy nem tudom, nem is egy nagyon magas szinten, hétköznapokban, tehát ez nem úgy van, hogy van valaki, akinek te útba vagy. Mondtam ezt a példát. Hát az nem úgy volt, hogy akkor ő most megvereti, meg megöli, hanem keresett egy pontot a múltba, amiért egyébként járt neki tényleg, ami járt, csak nem így, és akkor azért elvitték. Ott mindenki gyűjti a füle mögött, tudod, a koszt, és akkor egy ponton túl meg a vajat, kinek mi van ott. És akkor gyűjti, és akkor egy ponton túl, majd eljön ez a pillanat, amikor az van, hogy ja, hát akkor így viselkedtek, akkor hello. Ez a probléma. Nyugatról ez borzasztó, ez elfogadhatatlan. De abban a valóságban, szóval ezért gondolom azt, hogy nem. Szerintem én nem tudom elképzelni. Az egy olyan bizalmi tőkevesztés lenne, aki ehhez ért, aki ebbe képbe van, aki közel van ehhez, hogy hát, hogyha nem tartja be az ígéreteit, az nem vezet sok jóra. Na akkor utolsó kérdés, hogy most arról szólnak a hírek, hogy Putyin jövő hónapban már tesz arra utalást, hogy indul-e újra a választásokon. Mi most azt sejtjük, hogy igen, és hogy szerinted milyenek az esélyei, vagy várható rendszerületes Oroszországban. Amíg akar marad. Szerintem igen. Tehát ha ő akar, akkor marad. És hogyha egyszer majd véget ér a Putyin korszak, mert hogy azért 70 éves most, vagy már lassan 71, akkor van utód? Én nem tudom. Az emberek erről úgy beszélnek. Tudod, ez olyan, mint
Ez is, hogy fog ez hangzani, nem tudom másképp megfogalmazni, tehát hogy aki, mit tudom, Magyarországon most Orbán Viktort szereti, az abban van, hogy mi fog történni, ha egyszer nem lesz Orbán Viktor. Tehát egy meggyőződéses fideszes, az abban van, és utána mi lesz? Aki szerette Kádár János, nem őket hasonlítom össze, csak időkorszakokra megyünk. Hát igen, Horthy Kádár János, korszak, Orbán korszak. Tudod, igen, tehát így. Kádár János volt nagyon sokáig, azt tudjuk, hogy mit csinált 56 után, értünk mindent, de voltak emberek, akiknek nagyon tetszett, hogy hitelből neki nem kellett dolgozni, és volt ez a jólét. Mi lesz, hogyha addig jó, míg Kádáré volt ez a mondat? Tehát, hogy ugyanez van, tehát, hogy az is, aki nem szereti, ez egy teljesen abszurd, ambivalens dolog, de... Az is, aki nem szereti, hogy sokat lopnak, hogy egyébként nyugaton elkötötték a pénzt, és sok minden mondanak az emberek. Azok az emberek, akik ezt mondogatják, azok is azt mondják, hogy jó, jó, de utána mi lesz? És ez azért para, mert aki elég idős ahhoz, hogy látta a 90-es éveket, az pontosan tudja, hogy valamiféle hatalmi harc valahogy megindul. És az... De ugyanakkor meg az is van, hogy nyilván hát azt nem lehet, hogy kijelölöd az utódodat, mert ő meg bármikor hátba döffett. Tehát, hogy ezek nagyon érdekes dolgok, de az egyszerű ember szintjén ez egy napi para. Tehát, hogy már tényleg az van, hogy nem tudom, 90 éves lesz, és hogyha szegény még hatalomban marad, és jó állapotban lesz, vagy nem tudom, akkor is az lesz, hogy de hogy arra azt fogják nézni az orvosok, hogy még megvan-e. Mert van egy, ez egy nagyon furcsa állapot, de én azt gondolom, hogy amikor valaki érti azt, hogy ő nem egy kis országban él, nem egy egyszerű, egy birodalomban él. Erről beszéltünk, hogy az kell a hit. Tehát az kell, és az ilyen emberben képeződik most le. Az kell a hit. Ez a mai végszó. Túróczi Richárd, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Érdemes Richárd Richárdnak a YouTube csatornáit bekövetni. Megtalálják majd a videó leírásában. Mindenkinek szép napot kívánunk, viszontlátásra, viszonthallásra.